Kipkop és gyermekeik. Egy öreg fa gyökerei között lakott Kipkop, a gesztenye fiú, és Tiptop, a gesztenye lány. Úgy szeretem ezt a kuckót, szólt Kipkop egy nap. Szép, szép, sóhajtozott Tiptop, csak hiányzik belőle valami. Ugyan mi? Hát, a gyerekek. Ezen könnyen segíthetünk, válaszolta Kipkop. Azt hiszem, éppen megérett a gesztenye. Oda siettek a gesztenyefához, de csalódottan látták, hogy a fa alatt csak néhány tüskés apró gumó van. A tegnapi vihar sodorta le őket. Tiptop bekukucskált az egyikbe, és döbbetten suttogta. Kipkop, nézd! Mintha volna benne valami. Kipkop gyorsan szétpattintotta a héjat, hát egy gesztenye gyerek ugrott ki belőle. Éppen ilyet szerettem volna, mondta Tiptop. Már-már elindultak hazafelé, amikor furdalni kezdte őket a kíváncsiság. Vajon mi lehet a többi gombocskába? Sorra felnyitották mindet, és már is öt Kipikopi ugrált körülöttük. Hű, de sokan lettünk! Hökkent meg Kipkop. No, csücsöjjéle. No, nem baj. Indulás haza, egy-kettő. Bizony jól elfáradtak Kipikopék, mire hazaértek. Tiptop lefektette gondosan, betakargatta őket, és ők is elmentek aludni. Kipkop közben azén gondterhelten nézte az öt gyereket. Az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik gyerek melyik. Olyan egyformák mind az öten. Reggelre kelve valóban nagy volt a kavarodás. Tiptop kesergett. Azt se tudom, hogy melyik mosdott, melyik nem, melyik reggelizett, melyik nem, melyiknek adtam puszit, melyiknek nem. Mérges volt Kipkop, bosszankodott Tiptop, hogy mi lesz most. A Kipikopik sem szerették az űrzavart. Összetanakodtak és kijelentették. Elmegyünk az erdőbe, és addig vissza sem jövünk, míg nevet nem találunk magunknak. Kipikopik is örültek az ötletnek, a gyerekek átkeltek a patakon, és bátran nekivágtak a dimbes dombos erdőnek. Hirtelen nagyot dördült az ég, és megerett az áporeső. Fussunk haza! Kiáltották. A patakhoz érve megtorpadtak, egy ázott kisegér volt ott, és az mondta nekik, hogy nem tudtak átkelni a patakon, mert megáradt. Elborította a víz a köveket. A gyerekek megriadtak, a hömpölygő áradat lassan körülvette őket. Merre menjünk? Hová fussunk? Már csak egy fa állt ki a vízből. Oda szaladtak, és felhúzták egymást az ágak közé. Közben otthon is nagy baj lett. A megáradt patak elöntötte Kipikopik odúját. Mindent elsodort a víz, képzeljétek el. Kipikop egy lyukon át mentette ki Tiptopot az árvíztől. Tiptop zokogott. Jaj, most hol lehetnek a gyerekek? Megkeresük őket, ne félj, nyugtatta Kipkop. De hogyan? Nézd, mennyi ágacskát sodort a víz. Kifogunk néhányat, hajlós füvel összekötjük őket, és tutajt készítünk. Végig vezettek a patakon a zuhogó esőben, és mindenfelé kiabáltak. Kipikopik, merre vagytok? Hirtelen vékony hangocskák ütötték meg a fülüket. Papa, mama, segítsetek! Ne féljetek, már itt vagyunk, kiáltott Kipkop. Csúszatok le a boton, Tiptop majd elkap benneteket.
Kipkop egy nagy gomba felé kormányozta a tutajt. A gyerekek száraz levélbe csavarták magukat, és a gomba alá ültek. Melegedjetek és pihenjetek, mi most elmegyünk, és nézünk valahol, ahol szállást találunk magunknak. Mire a gyerekek megszáradtak, az eső is elállt, a nap is kisütött, és mindjárt játszani is kezdtek. Találtak szedret, csigahéjat, falevelet, harangvirágot. Az ötödik kis kipikop egy lyukas magyaróhéjat talált. Gondolt egyet, és feltette a fejére. A többiek megutánozták ők. Büszkén illegették, billegették az új kalapba magukat. Aztán hirtelen egymásra bámultak. Nini, megvan a nevünk is. Te levél vagy, te virág, te bogyó, te csigabiga, te meg mogyoró. Hogy örülnek majd a szüleink? Vajon hol késhetnek? Úgy látszik, hogy nem találtak alvóhelyet nekünk. Segítsünk nekik! Határozták el a kicsi kipikopik. Építsünk egy házat. Azzal szétfutottak, ágakat hoztak, leveleket, hajlós füvet hoztak, és már el is kezdték a házépítést. Milyen is legyen a házunk? Töprengett az egyik kis kipikop. Megvan! Mogyoró formája lesz, olyan, amilyen a kalapom. Lázasan munkába fogtak, begörbítették az ágakat, alul felül jól összekötözték, és elkezdték beborítani a falevelekkel. Tágas, kényelmes házikó lett belőle. Kipikopék valóban hiába kerestek szállást, nem találtak sehol, minden hely foglalt volt már, és kipikop kesergett. Mi lesz a kicsikéinkkel? Gyere, no, szedd össze magad, menjünk vissza hozzájuk, aztán majd csak lesz valami. Kitalálunk valami okosat. Kipkop és Tiptop csodálkozva toppant meg egy hatalmas, gyönyörű, zöld ház előtt. Vajon ki csinálta ezt? Boldog, akinek ilyen háza van. Azzal szomorúan indultak tovább. De hirtelen előugrottak a kis kipikopik, és elkezdtek kiabálni, ne menjetek el, a miénk a ház. Kipkop és Tiptop szó sem jutottak az örömöktől. Most már biztonságban vannak mindannyian. Nincs más dolgunk, mint hogy megvacsorázzunk. De Tiptop aggodalmasan pillantott a házikó felé. Túl közel van a patakhoz. Mi lesz, ha megint felhőszakadás lesz, és elönt minket a patak? Mogyoró megnyugtatta. Tudod, milyen ház ez? Olyan, mint egy lakókocsi. Oda visszük, ahová csak akarod. Szeretném, ha a domb tetején lenne. Odáig biztos nem jön fel a víz, mondta Tiptop. Így hát neki gyűrköztek, és már húzták is, tolták is a házat fel a dombtetőre. Lefeküdtek, és akkor a kipikopik kuncogni kezdtek. Van már nevünk is. Eláruljuk, hogy ki kicsoda? Tiptop elmosolyodott. Rátok nézek, és már tudom is. Te levél vagy, te virág, te bogyó, te csigabiga, te meg mogyoró. Eltaláltad, álmélkodtak a kicsi kipikopik, aztán lassan elaludtak mind. Tipitop még sokáig hallgatta békés szuszogásukat. Itt a vége. Ugye voltatok.